December 17-én mutatják be a budapesti Papp László sportarénában a Diótörő és Egér király című musicalt. Most nézzünk meg egy kis részletet a darabból. Oh, még koronám is van! Én a király! Az isteni háj! Előttem térdem áll az itteni táj! Vág az eszem, a szemem is szúr! Alá csak a farkam, majd szólít az úr! Néma kusban a trónterem! Szomor Györgyöt, aki ez alkalommal rendezőként vesz részt a darabban, köszöntöm a stúdióban. Hát csodálatos musical, gondolom, hogy ez egy öröm munka volt egy ilyet összetenni. Így van, és minden perce élvezetes volt, és a legélvezetesebb része játszani. Igaz, most egy nagyon-nagyon pici kis részt játszom belőle, énekelek egy Gutsfeld az első felvonás végén, tehát, de fantasztikus megélni azt, ahogy a közönség velünk él ebben az előadásban, ebben a játékban, mondhatom nyugodtan azt. Főbb szerepeket kik játsszák? Vastag Tamás, Gubik Petra, Békefi Viktória és Egér király szerepében láthattuk Gernár Csabát. Uh-huh. Azért ugye itt elég sok olyan név van, akit máshonnan is ismerünk. Mennyire könnyű vagy nehéz velük dolgozni? Ugye most csak a Vastag Csabát és a Gubik Petret, akkor hogy visszamondjam, őket ugye énekesként ismertük meg. A Vastag Tomi játszik a darabban. De nekem a Tamással elég régi a kapcsolatom, és több darabomban játszott, úgyhogy én vele nagyon-nagyon szeretek dolgozni, épp azért hívtam ebbe az előadásba is, mert azt gondoltam, hogy az, amit ő ehhez hozzá tud tenni, ez a szerephez, az nekünk nagyon kell. És Petrával is, Gubik Petrával is rengeteg darabban játszottunk együtt, többször rendeztem. Annak idején, hát most már nem akarom mondani hány éve, nagyon-nagyon régóta együtt dolgozunk, és hát ők is Békés Csabán többször dolgoztak, ugye ezt Békés Csabán mutattuk most be ezt az előadást, és az egész környezet, az egész légkör olyan volt, tehát családias, és nagyon jó, hogy belevágtunk újra ebbe a munkába, mert azért azt hozzá kell tennem, hogy ezt 2003-ban mutattuk be, Székesfehérvárott is Békés Csabán, ez egy másik előadás volt, uh-huh. Most újra rendeztem, újra gondoltuk. Ez egy hatalmas nagy színpad azért a sportaréna színpada. Így van, és olyan sokan kértek engem, és olyan sok levelet kaptam, telefont, állandóan megállítottak az utcán, Békés Csabán, Székesfehérvárott is, ahol játszottuk ezt az előadást, hogy mikor lesz Diótörő. Úgyhogy tavaly azt mondtam, hogy akkor megkérdeztem a Seregi Zolit, aki a színház igazgatója, hogy mit szólnál hozzá, ő örömmel igen mondott, és hát ezzel szerintem nagyon sokaknak boldogságot okoztunk, többek között magunknak is. Az biztos. Hogy kell ezt elképzelni? Ugyanaz nagyjából a darab, csak nagyobb díszletekkel, több szereplővel, vagy picit változtatva is lett az eddigiekhez képest? Igazából nyíltak meg a lehetőségek, inkább így. Igazából a színpad mérete az, ami meghatározó ilyenkor, és nyilván a hely mérete, úgyhogy ehhez képest alakítottuk a díszleteket, a vetítést felváltották a LED falak, mert ugye a színházban vetítünk, itt természetesen hatalmas LED falak vannak, ahol olyan grafikák vannak, amik nagyon illúziókeltőek, úgyhogy érdemes megnézni az előadást már csak emiatt is, de nem csak emiatt érdemes nézni. Hanem azért, mert ugye életre kelnek azok a szereplők, ami ebben a varázslatos mesében történik. Beszéljünk róla nyugodtan, egy kicsit csigázzuk fel azoknak a figyelmét, akik még nem látták. Azt gondolom, hogy a Diótörő és Egér király maga egy olyan történet, a Hoffmann mese, ami szerintem minden gyermeket is felnőttet magával ragad, és hát nálunk itt megszólalnak ezek a szereplők, énekelnek, táncolnak, és én nekem az életem egyik legnagyobb élménye az volt, annak idején is, mind a mai napig, hogy a lent ülő felnőttek, nagypapák, nagymamák, szülők gyerekké váltak az előadás alatt, és ezt abból is meg lehetett ítélni, ahogy a végén tapsoltak, komolyan mondom, és valahol mi is azok voltunk. Beszéljünk még egy picit egy másik nagyon fontos dologról, ugye ma már nagyon sokszor esett jótékonykodásról, és itt ugye a stábnak is van egy ilyen akciója, mi ez? Így van, a Baptista Szeretett Szolgálatnak van a cipős doboz akciója, amihez mi csatlakoztunk, és akinek van kedve és lehetősége, az a helyszínre, Papp László Arénához is elhozhatja az ajándékát 17-én akár, de több száz helyen várják ezeket a felajánlásokat, tehát hogyha valakinek van kedve
elhozni azt az ajándékot, amit azoknak szánna, akinek esetleg nem jutna a falra, akkor mi sok szeretettel várjuk ott az előadás előtt. Ezt tudjuk pontosan, hogy hova fog jutni majd az ajándék, vagy ezt majd ott központilag eldöntik, hogy megvannak nyilván a címek? Vagy igen, lehet érdeklődni a több helyen, ha jól tudom, és 200 helyen fogadják ezeket az adományokat. Rá lehet írni, vannak jó tanácsok, hogy rá lehet írni, hogy fiúnak, lánynak, szánynak, milyen korosztálynak. Azért ez fontos, hogy szépen becsomagolja valaki, hogy egy Barbit mondjuk, ne így, egy így hat van, éves és akkor természetesen azokhoz jut el, akik érintettek. Jó, Szomor Györgynek köszönjük szépen, és akkor december 17-én vasárnap 14:30-kor a Papp László Budapest Sportarénában lesz ez a fantasztikus előadás. Én sok sikert kívánok! Nagyon szépen köszönjük! Köszönjük szépen!